Karácsonyi díszbe öltözött trabantok és wartburgok gyülekeztek a sóstói stadion parkolójában. Innen indultak útnak, hogy eljuttassák ajándékaikat több fehérvári otthon lakóinak. Néhány éve önszerveződően kezdődött ez a, hát tulajdonképpen nem mondanám csoportnak vagy egyesületnek, mert ugye teljesen civilek vagyunk, és hobbiból csinosítgatjuk az autóinkat, és arra gondoltunk, hogy összeszedjük a környékbeli trabantosokat, warburgosokat, keleti autókat, és 3 éve kezdtük azzal, hogy ha már így összejöttünk, és sok jó ember, akkor találjunk ki valami hasznos dolgot. A Szent Kristóf házhoz érkezett először a konvoj, ahol egy porszívót adományoztak a sofőrök az itt élőknek. De nem csak ezt rejtette a Mikulás puttonya, egy-egy csomaggal is kedveskedtek a gondozottaknak. Nekem hozott Mikulás csomagot, és nagyon örülök neki, hogy én szeretem nagyon a Mikulást, és szeretem nagyon a Mikulást, hogy nagyon szép csomagot hozott nekem a Mikulás bácsi, és örülök neki. Ezt követően a belváros felé vette az irányt a 13 autó, hogy a járókelők is megcsodálhassák a kivilágított járműveket. A következő állomás a székesfehérvári anyaotthon volt. Pelenkát és BB-ételt adtak át a lakóknak. A tavalyi évben kerestek meg először bennünket a trabantos Mikulások, hogy ők járják a várost, és szeretnék az intézményünk lakóit is ajándékban részesíteni, aminek mi nagyon örültünk, és már tavaly is nagyon nagy látványosság volt, és ez az idén is megismétlődött, és nagy örömmel mondtunk erre igent, és nagy izgalommal vártuk itt a Mikulásokat. Az adományozás után a Murvás parkolóba vonult a csapat, ahol a télapó megajándékozta az arra járó gyerkőcöket is.